A Kokopelli szerzője Stefan Feld az egyik kedvenc társas játékszerzőm. Sokat beszéltem már róla, zseniális játékai vannak, amik a szívemnek igencsak kedvesek. Ő kifejezetten euró típusú, avagy inkább a döntésekre fókuszáló játékokat készít. Maga a téma sokatlagos, ha nem is másodlagos, nem az van a fő fókuszban, hanem vagy a dobókocka, vagy valamelyik komplex döntés, és sokszor a játékai kifejezetten bonyolultak. Van egy kettő egyszerűbb, de mégis valahogy a magyar nagyközönség csak a Jorvik, a Kokopelli, meg a Merlin című játékok kapcsán találkozhatott az ő nevével. Fantasztikus cím a Kokopelli is, alig várom, hogy beszéljek róla egy picit részletesebben. Üdvözlök mindenkit hatalmasnak, szeretettel, sziasztok! Én Győri Zoltán vagyok, ez pedig a Mit Játszunk? vlog. Mint említettem, Stefan Feld elsősorban a komplexebb is, mert ettől függetlenül van-e kettő kifejezetten egyszerűbb játéka, a kokopeli is ezek közé tartozik, megmutatom, hogy játszák. Így néz ki a Kokopelli című társas játékot, hogy a három játékosra készítettem elő. A játék érdekessége, hogy szertartásokat fognak tartani a játékosok. Összesen 16 féle szertartás van a játékban, de mindegyik játék alkalommal mindössze csak 10-et használhattok. Most azt a 10 pakoltam fel, amit a játékszabály első játék alkalomra javasol, hogy ha szeretnétek haladóbb játékot játszani, akkor mindenféle más, különleges képességű lapot is bekeverhetek a saját paklitokba mindegyik játékosnak mindegyik szertartáshoz vannak kártyái, és azokat, amik nem játszanak, azokat ki kell venni az adott játékos színből. Ezen kívül mindenki a saját színében hat kokopelli fehér, avagy Joker kártyát bekever a saját pakliába. Ezek bármilyen szertartáshoz csatolhatóak, és segítik azoknak a létrejöttét. Egy alapos keverést követően mindegyik játékos kezébe kap 5 kártyát, azzal kezdi meg a játékot. Mindegyik szertartásra először is egy 3 pontos, és arra pedig egy 4 pontos tokent teszünk, és alapvetően ilyen tokenneket próbálnak meggyűjtögetni a játékosok. A játékhoz kapunk egyébként egy segédletet, mindegyik játékosnak jut ebből egy, amely a kártyaképességeket részletezi, valamint bizonyos ikonokról ad információt, és arról, hogy a játékos a körében mit tud csinálni. Amikor a játékos sorra kerül, akkor két akciót választhat az itt láthatóak közül. Húzhat kártyát, megnyithat egy szertartást, kiátszhat egy már futó szertartásra egy kártyát, ezen kívül félbeszakíthat egy szertartást, vagy hogyha nagyon elégedetlen a kezében tartott lapéval, azokat beteheti a húzópakli alá, és annyit húz, amennyit eldobott. Ebből kettőt választ után jön a következő játékos, és a játék így halad óramutató járása szerint mindaddig, amíg valamelyik játék végi kondíció vagy feltétel ki nem váltódik. A játékban a játékosok szertartásokat fognak menedzselni, szertartásokat nyitnak meg, és az abból származó különleges képességeik mentén próbálnak meg a lehető legtöbb győzelmi tehát gyűjteni. Tehát mindegyik játékban van tízféle különleges képesség lehetőség, és a játékosok, amikor letesznek maguknak egy kártyát, azon megnyitnak egy szertartást, és mindaddig, amíg az be nem fejeződik, vagy félben nem szakítja a játékos, addig a rajta látható különleges képesség él. Összesen ebből van 10, és ezek egymásra hatása kémiája adja meg a játék savát borsát, a lényegét, és addig szertartása, amíg a negyedik kártya is rá nem kerül. Érdekes, hogy a szertartás megnyitását magánál csinálhat a játékos, ő dönti el, hogy a négy rendelkezésre álló helyből hova nyit meg. Ennek az a jelentősége, hogy amikor egy szertartás meg van nyitva, akkor nem csak magamhoz, hanem a szomszédaimhoz is pakolhatok kártyát. Ugyanott nem nyithatok meg szertartást, de bővíthetek. Tehát összesen 8 lehetőség, tehát 8 helyre van lehetőségem kártyát tenni. Abban az esetben, hogyha a szomszédom ide megnyitott egy olyan szertartást, amihez tudok bővíteni, akkor bizony érdemes, mert egy szertartásnak a különleges képessége mindaddig aktív, amíg egy játékos meg nem szakítja azt, vagy be nem fejezi. És akkor is bizony pontot gyűjthetek, ha én fejezem be egy másik játékosnak a szertartását ezzel pontot is gyűjthetek, és elveszem tőle azt a bizonyos különleges képességet, az a pontgyártó mechanizmust. Úgyhogy nem csak magamhoz van lehetőségem pakolgatni kártyákat, hanem bizony a szomszédokhoz is. Tegyük fel, hogy a kék játékosunk, a kezdőjátékos megnézi, milyen lehetőségei vannak. Jó sok kokopeli van a kezében, és azt mondja, hogy ő szeretne rögtön egy olyan különleges képességgel nyitni, hogy menjuk complete a ceremony, you're awarded one point, abban az esetben, hogyha befejezel egy ceremóniát, akkor kapsz egy pontot, ez nem csak magadnál, hanem másik játékosra is igaz, tehát, hogy, tehát, hogyha másik játékosnál fejez be úgy egy ceremóniát a kék játékos, hogy ez nála aktív, akkor bizony pontot kap. Megnyitott egy ceremóniát ez a játékos, és azt mondja, hogy jó és szeretnék még egyet megnyitni, Elcs megcsinálta a két akcióját, mind a kettő ceremónia megnyitása volt, ennek a játékos körének vége. Jön a következő játékosunk, a következő játékosunk már több lehetőséggel dolgozik, esetleg bővíthetné ezt a kártyát, csak sajnos olyan lehetősége nincs, úgyhogy azt mondja, hogy jó, ő megnyit egy olyan ceremóniát, ami azt mondja, hogy ha kiátszol egy kártyát, akkor kettő kártyát is különféle ceremóniákra kiátszhatsz. Ez a játékosunk ezt tette, a második lehetőségével pedig húz egy lapot. Jön a következő játékos. A következő játékos nem biztos a lehető legjobb lépés, de mondjuk azt mondja, hogy gyújj, ezek borzasztó kártyák, én ezekkel nem tudok mit csinálni, de teljeset lesz szeretném csinálni. Dönthet úgy a játékos, hogy újra húzza a teljes kezét, és a piros játékosunk az újra húzott kezéből azt mondja, hogy jaj, de nagyon jó, én szeretnék egy olyan különleges képességet lejátszani magamhoz, ami megengedi számomra, hogy abban az esetben, hogy a kiürülne a kezem, akkor nem akció értékkel a játékos húzhat három lapot és kap egy pontot, de hogyha nála van ez a klasszikus toll, akkor azt mondja, hogy ha mindaddig, amíg ez itt van, és a játékos leüríti a kezét teljes mértékben, tehát az összes kártyáját lejátszotta, akkor nem három, hanem öt kártyát húz, és nem egy pontot kap, hanem 3-at, meglehetősen veszélyes képesség, és meglehetősen motiváltak lesznek a szomszédok, hogy befejezzék ezt a kis gyűjtését, ezt a ceremóniát a játékosnak. Úgyhogy a, já a játékosunk első lépése az, hogy kicserélte a teljes kezét, a második a ezt a kártyát, és úgy döntött, hogy ebbe az irányba játsza le. A következő játékosunk jön, a következő játékosunk azt mondja, hogy jó, én húzok egy lapot, szerettem volna lapot húzni. Egyébként rögtön hivatkozik minden egyes kártyaképesség, meglehetősen egyértelműen érthetően, hogy pontosan mi legyen, vagy hogy mire vonatkozik, mikor használható, és azt mondja, hogy jó, én ezzel a kokopellivel szeretném bővíteni, a tőlem balra ülőnek ezt a kis gyűjtését. Nem szeretném, hogyha ez nagyon sokáig aktív lenne. Hasznos, hogyha a kártyaképesség folyamatosan látható a játékosoknak, úgyhogy húzott egy kártyát, utána pedig kártyát játszott le, play action card akciót használt a szomszédnak. Ez a játékos azt mondja, hogy te kis huncú, te hozzám tettél egy kokopellit, úgyhogy én lejátszok egy olyan lehetőséget, hogy mindaddig, amíg egy másik játékos hozzám játszik le kokopellit, én bizony kapok egy győzelmi pontot, úgyhogy fityisz neked. A második akcióvel ez a játékos megnyitja ezt a kis dobos zöld ceremóniát. Ez a ceremónia azt mondja, hogy mindaddig, amíg a, ennek a játékosnak a játékterén van, neki elég három kártyát is letenni egy ceremóniához, hogy ez befejeződjön. Amint egy ceremónia befejeződik, az adott tokenhez tartozó legmagasabb pontot magához veszi a játékos. Ha egy másik játékosnál fejeztem be ceremóniát, akkor én kapom meg azt a bizonyos négy pontot, és akinél befejeztem a ceremóniát, ő egy pontot. Érdemes magamnál ceremóniát lezárni, mert akkor nálam a nagyobb pont. Aki ezt másodjára teszi meg, ő elviszi a kisebbik pontot, és abban az esetben, hogyha kiürülne egy ilyen pici ceremónia tokán, akkor rögtön egy egypontos token teszünk a helyére, ami kezdve egy pontot ér mindenkinek, aki befejezi. Fontos lehet tudni, hogy minden egyes ceremóniából három darab kártya van mindegyik játékosnál, tehát nagyon sokszor nem lehet ilyet csinálni. Két játékos esetén tíz, három-négy játékos esetén kilenc darab ilyen játék végét jelző tokent Használunk, és abban az esetben, hogyha mind a kilenc felkerülne, akkor bizony a játék a végéhez közelít, és akkor a játékosok befejezik az óramutató megfelelő kört, hogy mindenki ugyanannyi szor kerüljön sorra, és utána egy pontszámítás következik. A játék akkor is véget ér, hogyha valakinek a húzó húzópaklia körül, azt a kört még végigfotjuk, de utána jön a pontszámítás. Minden egyes ceremónia, megkezdett ceremónia játék végén egy pont, tehát érdemes ezeket lekerekíteni a nagyobb pont reményében, így aki a legtöbb pontot gyűjtötte, ő győz. Ha ketten játszátok a játékot, annyi szabály van, hogy egy ötödik kártya helyszín, egy ötödik ceremónia helyszín is megnyílik, óva nem pakolhat a másik játékos. A szemben ülő mind a két oldalára van lehetőségem pakolgatni, kivéve az zárt ötödikre. Ez egy stratégiai pozíció. A játékosnak érdemes egy olyan ceremóniát pakolni az elérhetetlen másik játékos számára elérhetetlen helyszíre, amit csak ő fejezhet be, és ez alapján megy ketten a játék. Kezdeném azokkal a dolgokkal, amik nagyon tetszettek. Én szeretem a különleges képességeket, amikor a játékos a játék bizonyos pontján, akár a játék elején vagy a későbbiekben valamely különleges képességhez jut. Ez a Variable Player Powers mechanizmusa. Sokszor a játék elején választok, és egy olyan dolgot tudok, amit más nem. A Kokopelli-ben ezek pici szertartások formájában jelennek meg, és zseniális motivum, hogy egyszer akár négyet, két játékos esetén ötöt tudok tűzön tartani, öt szertartáson, öt különleges képességen, van, amit lejátszottam magam elé, és ennek a ritmizálásáról szól a játék. Nagyon szerettem ebben a játékban, hogy ha én ezt szeretném ezt tudni, és látom, hogy a, a, a kollégáim, a szomszédaim tudnak valamit, és van ráhatásom arra, hogy ezt mennyi ideig használják. Általában konfrontatívabb játékoknál az interakció az elveszek tőle valamit, ez egy nagyon izgalmas módon jelenik meg a kokopelliben, építem a másik szertartását és sokszor befejezem neki, amiből végső soron pontja is származhat, de szeretném lekapcsolni azt a bizonyos különleges képességet, amit hogyha sokáig életben tart, akkor azzal megnyerheti a játékot. Ez a játék a különleges képességek és a ritmika játéka. Nagyon sokat számít, hogy meddig tartom meg azt a bizonyos képességet, mert nem érek rá, pontot csúszhatok le, pontot veszíthetek azáltal, hogy túl sokáig hagytam élve azt a képességet. Mindegyikből alig vannak kártyáim, úgyhogy olyan nagyon sokat nem tudok használni, és mindegyik játékban ebből van, 10, amiből csak 4-et használok. A teljes játékban van 16, és az a játékba kerülő 10 adja meg a játék savaborsát, kémiáját. Nagyon szeretem az etnoszban is, hogy több faj van, mint amennyit bele tudok tenni egy játékba, és ezek véletlenszerű vagy előre meghatározott kombinációja adja az újrajátszhatóságot a játéknak. Zseniális húzás. Ezt nagyon szerettem már a Dominion című játékban is, ahol a játék elé meghatározhatjuk, hogy milyen karakterű habitusú játékunk lesz. Imádtam ezt a kísérletezést, hogy mm, most ezt a kis kokopeli játékot ízesítsük meg ezzel, ízesítsük meg azzal. Jó, nyilván a játékszabály rögtön ad javaslatot, hogy mikkel érdemes kezdeni, hogy nagyjából a ritmikáját, a kémiáját megérezd ennek az meglehetősen absztrakt játéknak. A Kokopelli-ben van valami kis díszlet, hogy igen, istenségek bulizgatnak, és a Kokopelli a Joker, a főisten, aki ott, a, ott, jól érzik magukat, de ez döntés, döntés, döntés. Ami szerintem nagyon szórakoztató. Én nagyon szerettem folyamatosan figyelni, hogy a többiek mit tudnak, mi a rám hatással tudnak lenni. Tudom, érdekelté tenni a többieket, hogy te hozzám pontokat pakolgatni, esetleg nem, úgyhogy nagyon izgalmas mindegyik játék, én nagyon szerettem. És most kitérnék három apróságra, amit megemlítenék, és nekem mérsékelten tetszett. Az első megjegyzésem, hogy szerintem ketten nem kifejezetten teljes ez a játék. Hárman, négyen sokkal jobban szerettem. Egyszerűen jobb érzés több mindenkire figyelni, izgalmasabb, hogy erre a felére a jobb oldali szomszédom, erre a felére a bal oldali szomszédom tud hatással lenni, és igen, egy mini kooperációk tudnak lenni játékosok között, hogy kedves Klári, megtennéd, hogy lekapcsolod Andrásnak azt a pontgyártó miatt, ha megteszed rá, mert én nem látok rá. Illetve van két Külleges különleges képesség, ami két játékosnál egyszerűen nem domborul. Ez a kinyithatok egy ötödiket, amit két játékos esetén alapból tudok, köszi, illetve a másik játékos mind a négy szlottjára, mind a négy kis helyszínre rálátok, amit két játékos esetén alapból tudok. Úgyhogy alapból kevesebbnek érződik ez a játék, abszolút három játékosnál bont szárnyat. Kettem gyakorló játék, a tettetek játszátok többen. A másik problémám a játékkal, ami igazából nem magát a mechanizmust, hanem a játék élményt érinti, hogy a Queen Games, de a is szeret ilyen multi egyszerre sok nyelven kiadott terméket megjelentetni, ami hogyha nyelvfüggetlen a játék, semmi baj nincs vele. Oké, okay, ebből a salátából kikeresem, hogy pontosan melyik szabály vonatkozik ránk, de hogyha a kártyákon található szöveg, és a kokopeli esetében angol nyelvű szöveg van a kártyákon, akkor azoknak, akik nem beszélnek angolul, bogarászós élmény lehet, hogy oké, okay, kaptunk egy segíletet, amely pontosan elmondja, hogy melyik kártya mit tud, de ez 10 kártyatípus esetén, és mindegyik játékban 10 különleges képesség játszik, picit csökkentette, élmény lehet azoknak, akik nem nagyon beszélnek angolul, úgyhogy szerintem ez egy olyan kompromisszum, ami a Kokoperi esetében egy picit kellemetlenebb, illetve nagyon jó érzés inzertel találkozni, és vegyes érzés olyan inzerttel, ami mérsékelten működik. Én hálás vagyok, hogy az alkatrészek szépen a helyükre találnak, ez az esetek döntő többségében igaz is, viszont ez a kártyatartó hely, én ezt nem értem, hogy hogy kellene tartsan benne a kártyákat. Hogyha vannak, akkor összecsúsznak, hogyha nincsenek védőzve, ami egy kézben tartott kártyákkal dolgozó játék esetében nekem fura, akkor viszont így így nagyon egymáshoz préselve férnek csak el. Úgyhogy örülök neki, hogy van az in in inzert, még jobban örültem volna, hogyha működik. Ezeket leszámítva, a Kokopelli szerintem egy igazán méltó játék azoknak, akik keresnek modern, különleges képességekkel dolgozó játékokat. A Kokopelliban az interakció jó. Én inkább haladóbb játékosoknak ajánlom, akik nem félnek egy kis szabálytalanástól, dacára annak, hogy meglehetősen könnyű az alapokat tanítani a játékban. A mit tudok csinálni? Húzok egy kártyát, kicsillem a kártyáimat, szertartást kezdek, szertartást bővítek. Ezeket azért fontos tudatosítani, mert minden egyes kártya ezeket bontja. Aha, de hogy! Én nagyon szeretem azokat a döntéseket, hogy Yes. Mivel kezdjek, milyen kombinációkat alakítsak ki, mert zseniálisak, az, zseniálisak azok a kombók, hogy oké, okay, most gyorsan ezt még maxoljuk ki, mert előbb-utóbb ezt nekem valaki le fogja kapcsolni. Nagyon szépen gyorsul a játék, ahogy szépen oszlik a pak, illetve ezeket a kis pontocskákat gyűjtögetjük, úgyhogy szerintem a Kokopeli egy abszolút említésre méltó jó játék, nem csak Stefan Feld, hanem a modern társas játékok rajongóinak is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg próbáltad ezt a játékot, és hogyha igen, akkor oda odalent kommentben illat tapasztalataidat, a kedvenc kombinációidat, milyen kártyákat próbáltál, és milyen eredményre jutottál velük. Beszélgessünk egy picit. Nagyon szépen köszönöm ezt a játékot a Piatniknak, hogy bemutathattam nektek, és bízom benne, hogy tetszett ez a videó. Ha igen, akkor kérlek, dobj egy lájkot, és egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a társas játékos tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Budira fel! Sziasztok!